Ennél a nyíregyházi székhelyű vállalkozásnál egy házpalán dolgoznak a szakemberek. A könnyű szerkezetes építkezés előnye, hogy az elemek előre legyártottak, így gyorsan összerakhatók, precízen illeszthetők és jól szigetelhető a ház. A technológiában, akik megbíznak és gyorsan, de akár olcsóbban akarnak építkezni, belevágnak az elemes építkezésbe. A CSOK az építőiparban az áfa csökkentése ösztönzi az ilyen építkezéseket. A kivitelező cégek visszás helyzetbe kerültek, hiszen mostanra annyi megrendelést kapnak, hogy alapanyag és munkaerő hiány miatt képtelenek azonnal teljesíteni a megrendeléseket, mondta erre a cégvezetője 35 perc című műsorunkban. Egy olyan hirtelen kereslet növekedéssel kellett szembenéznünk, amire a lakásépítőipar, most ezt ezért mondom is speciálisan, nem volt felkészülve. Sőt, hát az alapanyag, az építőanyag ipar sem volt felkészülve. Ez most látszik, hogy kicsit csúsznak az építőanyag szállítások. Kicsit sok a megrendelés, aminek tulajdonképpen örülnünk kellene, de azért ez mindennapi fejtörést okoz. Az ilyen építkezéseknél csak kipróbált és garanciális alapanyagokkal dolgoznak. Nyugaton már egy elfogadott alternatív technológiának számít a kézházépítés. Például Németországban az építkezések 30-40%-a könnyű szerkezetes. Itthon 100 000 kézház van, az 1960-as években indult el nálunk a technológia, akkoriban évente 2000-2500 ilyen ház épült. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy éppen a nagy érdeklődés miatt vannak cégek, amelyek úgymond ügyeskednek a piacon. A legfontosabb az, hogy a családi házaknál is úgynevezett követelményeknek kell megfelelni az épület különböző szerkezetének, főfalnak, válaszfalnak, födénnek és tetőszerkezetnek. Ezeknek vagy szabványnak, vagy minősítésnek kell megfelelni. Ezt kell elsősorban megnézni és igazoltatni a cégekkel, hogy milyen termékekből állítja össze a kézházat. Ez egy nagyon fontos mutatószám. Másrészt pedig természetesen meg kell nézni a referencia munkáit is. Egy 80-100 négyzetméteres kézház kulcsakész állapotban 180-190 ezer forint négyzetméteres áron elérhető már. Ez az átlagtól némileg alacsonyabb ár az új lakások piacán.